Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntelek benneteket, ismét együtt fogjuk keresni az Urat. Hiszem, hogy áldásos lesz. Most a ti szíveteket is készítsétek elő, hogy az Úr szavát meghalljátok a szívetekkel, és aztán, hogy engedelmeskedjetek az Úrnak, és higgyetek az élő Krisztusban. Salamonról szeretnék akkor veletek beszélni. A Salamon Dávid királynak volt a fia. Salamon egy szép fiú volt, kedves volt, határozott volt, és apja úgy látta, és a Isten is megmozatta Dávid királynak, hogy ő utána Salamon legyen a király. Dávidnak több fia volt, és nem úgy döntött, hogy ő majd válogat a fiai közül, hanem imádkozott azért, hogy kit akar az Úr a trónon látni az ő királyi székében, és megmutatta neki Isten a lelkében, hogy Salamon legyen az. Tehát, amikor Dávid király lehunyta a szemét, meghalt, akkor a halála után Salamon lett a király. Ő nagyon szép házban lakott. Tudjátok, hogy a királyok mindig nagyon szép palotákban laknak is, és rengeteg szolgáik vannak. Salamon gazdag volt, már nagyon nagy örökség jutott neki, mint királynak. Dávid sok mindent ráhagyott, sok szép ruhája volt, és örült is ezeknek a ruháknak, váltogatta. Az egyik nap ezt vette föl, a másik nap azt vette föl, és Salamon király így ilyen elegánsan jelent meg a nép előtt. Lovakat is tartott, állatai is voltak, persze voltak juhai, kecskéi, szamarai, lovakat tartott, harci lovakat, ezeket felkészítették a harcra is, és ezek a lovak futottak teljes erejével. Mindegyik a teljes erejével futott, lobogott a sörény, villogott a szemük. Hú, ugye a lónak elég nagy szeme van. Sokszor bement Salamon az istállóba, megnézte a lovait, megsímogatta őket. A lovak nyerítettek. Aztán adott nekik egy kis cukrot, vagy ami volt a zsebében, a tenyeréből evett a kedvenc lova. Salamon, mint király, felelős volt a népért, mert hogyha megtámadja az ellenség a hazáját, akkor veszélybe kerül a népe, és ő is. És úgy döntött, hogy fegyvereket készített. És hát ezek közül némelyik fegyver aranyból volt, arany pajzsokat csinált, több mint 600-at. És hát felkészült arra, hogyha háború lenne, akkor ezeket a fegyvereket előveszi, és megvédi népét, az ellenséget pedig elkergeti az országa határáról. Sok szolgája is volt, akik a király udvarba szolgáltak, a lányok főztek, a fiúk pedig
komoly fizikai munkát végeztek, voltak, akik fűtöttek, voltak, akik fát hasogattak. Tehát ment az élet, voltak, akik a királynak felszolgáltak, volt pohárnoka a királynak, aki a poharat a király kezébe adta. Hát ugye ilyen nagy pompás életmód volt, finom ennivalók voltak az asztalon, hogy a cicák meg a kutyusok távolról szimatoltak, hogy micsoda illat, micsoda finom, hú, megörülnénk, hogyha a morzsákból is jutna nekünk valami, ami leullik a földre, és hogy benyalnánk a nagy nyelvünkkel, de finom lenne. Pláne, hogy a Salamon úgy lejtene egy pulykacombot. Hó, mi úgy bekapnánk. Na szóval, finom ennivalók voltak Salamon asztalán, és nagyon szerette a banánt, hogy benyújtogatta a szájába, harapta a banánt, aztán nagyon szerette a gránátalmát. Tudjátok, a gránátalma olyan szép piros, sok kis magja van, és olyan jó, nagyon jó, finom íze van, és Salamon királynak kipréselték a levét, és megitta, vagy ha úgy tartotta a kedve, akkor magát, a gránátalmát fogyasztotta el. És még ezen kívül sok katonája is volt, hogy majd azok megvédik őt. Salamon király aztán az egyik éjszaka, amikor jót pihent, mély álomba merült, egy csodálatos álma volt, álmodott. Nem tudom, hogy ti szoktatok álmodni, és hogy szépeket álmodtok, vagy csúnyákat, vagy féltek, vagy nem tudom én mi. Hát Salamon király gyönyörű dolgot álmodott, Istennel találkozott álmában, és azt mondta neki az Úr, hogy kérj, amit akarsz. Amit akarsz, hogy adjak neked, megadom neked. Salamon király ekkor nagyon mélyen elgondolkodott, hogy mit is kérjen Istentől. Nem tudom, hogy te mit kértél volna. Valami szép ruhát. Á, nem is szép ruhát. A fiúk annyira nem rajonganak a szép ruháért. Inkább ma miért rajonganak? Hát az okos telefonért. Na de hát a dolog az, tudjátok, hogy Salamon nagyon szerény volt. Hát ott komolyan gondolkodott, és azt mondta, hogy adj Uram bölcsességet. Világos gondolkodás, hogy okos legyek. Hogy tudjam, hogy kell bánni az emberekkel, a katonáimmal, hogy kell harcolni, hogy mit kell tenni. Itt rengeteg ember van, és tőlem kérnek tanácsot, és az Úr adott neki bölcsességet. Nagyon bölcs volt, és Isten őt tényleg nagyon bölcs emberítette. Nem tudom, hogy a földkerekségén volt-e másik olyan bölcs ember, mint Salamon király volt. Salamon aztán az egyik napon azon gondolkodott, hogy Istennek csak egy hajléka van, ami sátorból van, ott nem messze, ahol ő lakik, és eldöntötte a szíve mélyén, már az édesapja, Dávid is szeretett volna egy ilyen dolgot tenni, templomot építeni. De Isten azt mondta Dávidnak, nem te fogsz templomot építeni, hanem a fiad. A fiad Salamon. Mert bizony, hát a templom
egy egyszerű sátorból állt, ha a sátorban volt a szövetségráda, aztán a sátorban volt a hétkarú gyertyatartó, a szent kenyerek asztala és az illattételnek az oltára. Azok között szolgáltak a papok és imádkoztak. Azt gondolta, hogy bár Dávid, az ő apja is szeretett volna a templomot építeni, de Isten ezt őrá bízta, és egy emberrel beszélgetett ott a sátor közelében, és azt mondta neki, hogy mit szólnál hozzá, hogyha most nekifognánk a templom építéshez, a sátort elbontanánk teljesen, és ami benne volt, a szövetségládája, a 10 parancsolat, és mindenféle, ami szükséges, az oltárt is átvinnénk, építenénk egy gyönyörű templomot. Na és? Hát miből építik a templomot? Hát nyilván, hogy kőből. Ő olyan templomot akart, ami kőből lesz, nem olyan rozog a fából, hogy elszubasodik, aztán összerogyik, hanem, hogy kőből is volt ott Izrael földjén, meg még ott a szomszédos országokban is voltak nagyszerű kőbányák. Megfogadta Salamon azokat az iparosokat, akik értettek a kőfejtéshez, akik ki tudták formázni a követ, hogy az összerakható legyen, hogy falat lehessen belőle építeni. Elküldte az embereket egy nagy kőbányába, ahol vittek mindenféle szerszámokat, és hát nem is olyan könnyű volt azokat a nagy köveket kitermelni, megformázni, megfaragni. Isten úgy akarta, hogy ott a távolban, a bányában formálják meg a követ, és ne ott a templom helyén kopácsoljanak és zörögjenek. A bányában volt bőven kő, és megformálták a köveket, persze azokat aztán a bányából el kellett szállítani, de volt, ami elszállította mi? A ló? Hát igen. Az összvér? Hát igen, befogták még az összvért is. A szamár? Igen, a szamár is. A tehén? A bika? Hát igen, még azok is alkalmasak voltak arra, hogy húzzák a szekeret, és elbírták húzni ezeket a köveket Jeruzsálembe, ahol a templomhegyen, ugye van a templomhegy, oda felépítette Salamon a templomot, gyönyörű templomot, nem akármilyen templom, voltak oszlopai, volt egy külön oltár, ahol áldozatot mutattak be. Nagyon szép volt, sok arany díszítés volt ezen a templomon, az ajtón is, és belül a templomban is. Nagyon csodálatos, szép volt, ragyogott, pompás volt. Mindenki csodálta. Sokan oda mentek és figyelték, hogy is épül ez a templom. Nem is tudták elképzelni, hogy fog ez kinézni, és amikor elkészült, amikor már teteje volt, akkor már nagyon, nagyon csodálatos volt. És amikor elkészült az oltár is, Salamon király áldozatot mutatott be Istennek, és imádkozott, így feltartott kézzel imádkozott, és áldást kért Istentől, hogy akik csak belépnek a templomba, hogy áldottak legyenek, hogy akik keresik az Urat, hogy megtalálják, hogy akiknek kevés a hitük, hogy azoknak legyen élő hite. És Salamon király nagyon alázatosan imádkozott, és meghallgatta az ő kérését. És aztán sokan jártak a templomba,
gyerekek is, felnőttek is, a fiúkat vitték az apukájuk, a lányokat az anyukájuk, és ott nagyon sok áldást kaptak. Jó volt Isten igéjét hallani, és szeretetben együtt lenni. Hát így épített Salamon király templomot.